Na, itt szerintem király. Na, sziasztok, Ali. Újra itt vagyok, Ali. Na, ugye elérkeztünk az harmadik unboxing videónkhoz. Na most, ugye ismét csak én vagyok itt, Dorina. És akkor, hát ugye most 25-e van, és... ugye tegnap este karácsonyoztunk, és ugye tegnap este kaptuk meg az ajándékokat, és hát ugye én kaptam több dolgot is, de ami rágtól tartozik, tehát így videós körbe tartozik, az nem más, mint egy kontroller és egy fejhallgató, egy headset, amit mindjárt ki is unboxingolunk. Na most, ugye ez a karácsonyi update programokba tartozik, tehát most ez egy unboxing videó lesz, amiben kettő dolgot fogunk csomagolni és megnézni. Na, akkor most így ezt elmondtam. Megmutatom akkor, hogy mi lenne. Na, úristen, tehát nagyon izgultam, mert ugye tudtam, hogy igazából ezt a kettőt megkapom, tehát ez nem volt meglepetés. És nagyon kíváncsi voltam, mert... a szüleim azt mondták, ugye én kérdezgettem karácsony előtt, hogy még nem jött meg minden, hogy én nem hozta a postás, és közben meg már körülbelül rég megjött, tehát már más nagyon karácsony előtt sokkal hamarabb megjött, csak nem árulták el, tehát én nagyon be voltam pánikolva, hogy nem jön meg karácsonyra, de hát végül is megjött sokkal hamarabb, szóval szuper. A headsetet ugye meg igazából én vettem. Csak karácsonyra kaptam meg. Na, akkor... fú, én nagyon izgultam, és amikor kibontottam, uramisten, majd elájultam, mert nagyon jól nézett ki, és nagyon jó, tehát tényleg nagyon jó. És látjátok, itt vagyok most a szobámban, és itt a kis karácsonyfánk, egyébként nem ez, mert van egy nagyobb is, de itt a kis karácsonyfánk, remélem jól hallatszok, a fény is ró. Na, akkor ne is húzzuk tovább az időt. Na, megmutatom, hogy mit kaptam, és akkor mindjárt váltok kameranézetet, és megnézzük. Na, így néz ki a kettő kis cuccos. Így néz ki. Hú, nagyon jó, imádom őket. Na, akkor már is kameranézetet váltunk, és akkor már csomagoljuk is ki. Itt vagyunk a másik kameranézetbe, és akkor hoztam egy ollót, és egy kést is biztonság kedvéért, hogyha gondok adna a kivontással. De nem is tudom, miért ezt tettem fel előre, mikor nem azzal... ja, de kezdjünk ezzel. Mivel ez a kevésbé izgalmas bontogatás. Na, akkor. Ugye nézzük elsőnek is ezt a fülhallgatót. Ugye ez egy Canon, vagy ki hogy szokta eltenni, Canon Stereo headset, ugye fülhallgató. Ide van írva szépen, egy zöld háttérrel itt van, ugye ennek ilyen kis mikrofonja is van, tehát azért vettem, mert nekem ugye már a mikrofonom sem olyan jó, és normális felhallgatóm sem volt, ezért így kettő kombináció pontosan jó. Tetén ugye csak ezt találhatom, oldalán ez, hát ezek ilyen kis kódok, figyelmeztetés, stb. A hátulján pedig mindenféle nyelven egy rövid kis leírás. Igazából itt van magyarul. Hát csak az van, fókuszálj telefon. Igen, ezt a videót egyébként ismét telefonnal veszem. Mert a, igaz, hogy a hang jobb a webkamerán, viszont a kép és a fókuszálás sokkal jobb ez a telefon. Szóval unboxingokra ezt fogom használni. Hát csak az van ráírva, hogy hol gyártották, hogy honnan hozták. Hát az alja meg szokásos. Na, akkor azt mondom, hogy bontsuk is ki. Na, hogy ezt úgy kéne, hogy egyébként ide nagyon szépen feltettem ide a karácsony felé, hogy legyen egy kis hangulat. Na, várjatok. Ez hogy kéne? Ezt szerintem mindenki kéne húzigálni. De nem tudom, mert... aha, jó, szerintem így jelölveszük a kést, és így szépen így kibontjuk, mert nem fogok én itt, na ennyi, nem fogok én itt szarakodni vele. Kész is. És akkor, várjátok, mert ez a karácsonyfa nagyon nem jól van itt.
És akkor ez a látvány tárul elénk. Igen, egy kis védőtokban van benne a lényeg, amit most szépen kihúzunk. És a doboz így kiürült. Ezt feltesszük majd szépen a szekrénynek a tetejére, ahogy gyűjtöm a dobozokat. Na, a doboz mélyén találhattunk egy ilyen kis utasító kis könyvet, ugye? Hoppá, egy ilyen kis Facebook like, na, hirdessük, lájkoljátok a Facebook oldalát, és akkor itt ilyen, úgy látom, ez ki is lehet itt valamiféle módon tölteni. Aha, jó, biztos. Hát ez szerintem nem olyan fontos nekünk, ezt így visszatesszük, ezt a kis kártyát. Ezt majd, ez nem olyan fontos szerintem számotokra, számomra se. Na, akkor inkább itt a lényegünk. Ugye itt a védőtokban van benne, és itt hátul pedig a bezsákolva a vezeték. Na, akkor vegyük is le róla. Hát levettük szépen a hátulját, jól ki is jött belőle. A tokot is eltesszük ide oldalra, és akkor itt van maga a fejhallgatónk. Jó, nagyra kinyúlik, lehet itt állítani szépen, úgy látom. Aha, persze lehet állítani, tök jó. Jól néz ki. Azt kell, hogy mondjam, jól néz ki. Tehát nem olyan nagy fullos, de azért kis egyszerű, de mégis jó. A frekvenciája is jó. Ilyen kis, ez is így mozgatható, pofásan, ilyen kis jó kis mikrofon. Tök kafa. Tök kafa, azt kell, hogy mondjam. Itt is tetszik. És akkor itt ugye a vezeték így nekünk be van itt csomagolva. Remélem így amúgy látok belőle valamit. Ja. Jajjaj. Nézd meg. Nézd meg a fiát. Nézd meg, hogy nem akar szétjönni. Na várjál csak. Hát ez itt nem olyan egy kis egyszerű ám a dolog. Várjál. Késsel úgy. Na, hát ez ilyen gyönyörű kibontási technika, semmi baj. Aha, jó. Ó, Istenem. Te puja. Hogy miért kell ezt ennyire így becsolva? Na mindegy, ezt így lehúzzuk ide. És akkor itt a, amit be kell dugni ugye a gépbe. Ez ugye a mikrofon hangja. Ezt kell bedugni, hogy legyen ugye a mikrofon hangja, meg ez külön a magához, hogy szóljon benne a zene, vagy akármi. És itt lehet állítani rajta külön a hangerőt. És jó hosszú vezeték, szóval ez tök fasza. Ez nagyon tetszik. Na, hát akkor így néz ki a mi kis Canon headsetünk. Na mostantól szerintem ezzel fogom hallgatni a játékot, ezzel fogjuk így, meg hát ezzel fogjuk ezzel a mikrofonnal szerintem így venni a hangunkat. Csak megteltem a merő a telefonon, igen, elég hamar megtelik sajnos, szóval lesznek ilyen kis részletek, de semmi baj. Szóval akkor kicsomagoltuk, és akkor erről nem lesz külön teszt videó, hanem majd a következő várhatólagos videóban elmondom, hogy mit tapasztaltam, és hogy milyen is. Na, akkor ez lett volna az első dolgunk, karácsonyi dolgunk kicsomagolása. És akkor nagyon tetszik, szóval majd várom az eredményét. Na, akkor ezt letesszük oda, és akkor most jöhet az, ami már inkább fontosabb. Húha, gyerekek! Hát most is izgulok, azt kell, hogy mondjam, nem tudom miért, de izgulok, közben itt a népakolászom ezeket. Mert hát nagyon kíváncsi vagyok, mert még nekem soha nem volt kontroller a kezembe, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Szóval még soha nem volt kontroller a kezembe. Na, ugye erről mindent elmondtam, ugye eBay-ről rendeltük, majd ezeket a linkeket, ahonnan ezeket vettem, majd nyugodtan megtalálhatjátok szépen a leírásban, és ti is vásárolhattok. Ezt egyébként egy 3000 forintért vettem. Azt hiszem 3000 valamennyi volt, és nem volt postaköltség, és Angliából hozták egyébként. Na, ugye ez egy Xbox 360-as kontroller, tehát
teljesen az a kinézet, viszont ugye ez USB-s, tehát USB-s csatlakozós, hiszen én nem vettem Xboxot, hanem ezt PC-n fogjuk ezzel játszani. Na, ugye így néz ki az eleje, nem egyszerű kis csomagolásban, hát olyan pedig angolul mindenféle kis szöveg, magyarul nincs rajta, szóval igazából ennek semmi lényeg. Na és akkor bontsuk is szerintem ki. Ja, ki kéne bontani valahogy, ha ki tudnám, hogy ezt hogy kell kibontani, fene se tudja. Tud itt kell lesz valahol, csak hogy hol, I don't know. Ja, hogyha itt elkezdjük megvágni a tetejét, nem akarom, mert szépen akarom kicsomagolni, de hát most, hát Istenem, hát most, hogyha nem működik szépen, akkor nem működik szépen. Na, gyere már le az ujjamról. Na. Aha, ez jó, csak tovább kéne még itt vágnunk. Úgyne, az szépen repült. Na, huha, olyan izgulok, úristen. Elagyabujáljuk itt. Na, akkor úgy látszik, oldalt is bele kell vágnom. Csöppet. Ó, Istenem. Miért van az így becsomagolva? Én ezt soha nem fogom megérteni, az már biztos. Ó, gyerekek. Várjatok, mert valahogy biztos meg lehet ezt szépen oldani. Csak hát én nem tudom. Tehát az a helyzet, hogy én nem tudom szépen megoldani. Na, akkor az lesz, hogy én itt szépen belevágtam. Nem hiszem el. Gyere már le! Kérlek. Jó. Azt hiszem, hogy most vágunk egyet, és kicsomagolom, és hát leszedem ezt a izét, leszenvedem, és utána jövök vissza. Csak nem akartam elrabolni a ti időtöket, se nem akartam itt unalmassá tenni a videót. Na, itt szépen így lesikerült így vágnom, ilyen nagyon szép lépcsőzetesen, és akkor innen már szerintem így egyszerű lesz. Kivesszük ezt a fóliát, fóliából. Uramisten, hozzáértem. Úristen. Jó, hát így leszettük ugye a videótokból nagyon szépen. De nem baj, hát ezt arra tesszük. És akkor... Jesszus, atya, úristen. Na itt a... egy kis izé, amiben volt. Hát ebben sincs semmi érdekes. Ez is megy majd a szemetesbe. Na, és... Uramisten! Jesszusom! Úristen! Ilyet fogok a kezembe. Nem hiszem el! Jó Istenem! Uramisten, ez valami... Fú, gyerekek! Én még soha nem fogtam, nem tudom. Egyszerűen csodás érzés. Tehát nem tudom, én még nem fogtam soha ilyet a kezembe, főleg nem Xbox 360-osat. Szóval nagyon jó érzés, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, lehet, csak én vagyok ilyen. Na, hát akkor ugye én fehéret rendeltem, azért, mert nekem ez sokkal jobban tetszett, mint a fekete. Ez nekem úgy feelingesebb. Na, akkor mindjárt megvizsgáljuk közelebbről, és ugye akkor ezt ebből kivesszük, ebből a kis zacskóból a... Tehát a merőre, de folytatjuk. Na, szóval itt a hosszú kis USB csatlakozónk. Jó, hosszú, szóval nem lesz vele gond szerintem. Úristen is. Na, nézzük, ugye, hát így néz ki. Ugye, fehér alap, és itt egy kicsit van egy ilyen szürke átmenet, de aztán itt az alján megint fehér. Ugye, egy csavarokkal van rögzítve a hátulja. Na, és akkor ugye a vezeték ugye szürke.
Ugye van két ilyen kis, nem is tudom, mert nem tudom, nem vagyok ilyen szakértő, ilyen két kis mozgatható valamije. Ugye? Látjátok, ez nagyon kényelmes és nagyon jól mozog. Aztán van ugye egy ilyen nagy gomb igazából, amit így lehet így nyomkodni. Középen ugye a nagy indító, azt hiszem ezzel lehet kikapcsolni. Ugye egy back, egy visszagomb és egy start gomb, illetve ugye az X, Y, B, A színes betűk. Aztán ugye hátul a két jobb és két bal gomb, pont fordítva, de mindegy, és ugye ezek a ravaszok úgy nevezik, azt hiszem. Ezt pedig nem tudom mi, de ezeket is így lehet nyomkodni. Hát úgy érzem, hogy így még minden működik, tehát minden szépen lehet nyomkodni, minden működik így. Úgy érzem. Nagyon menő. Azta. Na és akkor ugye így néz ki a kis kontrollerünk, itt is van a fal alatt. És nem hiszitek el, tehát nekem így nagyon jó érzés, gyerekek. Nem mártam volna gondolni egy ilyen jó érzés igazából, egy kicsit hoppá így a kamera. Szóval nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm a családomnak, hogy megvették ezt nekem igazából. És hát mostantól bízok az eBay-ben. Jó, azért nem fogok 10 000-es dolgokat onnan venni, de azt mondom, hogy eddig nem bíztam, de most már bízok az eBay-ben. És hát addig egészen, amíg bedugom és működni fog, de szerintem működni fog, és teljesen hibátlan, tehát ahogy volt leírva, minden úgy működik és van. Na, úristen, nem hiszem el, nagyon jó, egyszerűen, na mindegy, akkor most ismét egy kis vágás, és megint az én pofámat fogjátok nem sokára látni, és dumálok egy kicsit. Aztán pedig, ide szépen ide végigpakoltam mindent a dobozoktól kezdve. A dobozokat szerintem ezt, meg ezt muszáj megtartanom, tehát ezt meg fogom tartani. És hát itt a két kis készülékünk. Imádom őket, imádom. Nagyon jó. Na, akkor megint egy kis vágás. Karácsonyfa. Na. Itt vagyok, és akkor elérkeztünk a karácsonyi AD-programoknak az utolsó előtti részéhez, programjához. Ugye ez volt az unboxing videó, a karácsonyi unboxing videó, ugye a kontroller és a headset csomagoltuk ki. Remélem, hogy tetszett, ha igen, nyomjatok rá egy lájkot, és akkor én szerintem megyek is kipróbálni ezeket a kis cuccosokat, és majd a vélemények és tapasztalatok érkeznek a következő videóban, úgy biza, és akkor mindenkinek boldog karácsonyt. Igaz, tegnap volt, de még most is van, tegnap csak szenteste volt, szóval boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, békés, kellemes ünnepeket, és aztán majd még találkozunk. Sziasztok!